Sziasztok! Képzeljétek el, szerintem el sem fogjátok hinni, de ma egy sorozatajánlós videót hoztam nektek végre. Páran hiányoltátok az utóbbi időben, hogy hát már elég rég volt ilyen típusú videó, úgyhogy most összeszedtem magam, mindenféle gondolatomat és emlékemet összeszedtem, hogy milyen sorozatokat néztem az elmúlt mondjuk fél évben, és kiválogattam a kedvenceimet, amikről szeretnék nektek mesélni, úgyhogy most összegyűjtöttem nektek párat, és akkor ezekről fogok mesélni. Még mielőtt elkezdjük, azt muszáj elmondanom, hogy ha bármiféle zajt hallotok, vagy rázkódást éreztek, akkor ez azért van, mert Porcukor éppen nagyon fel van pörögve, és mindennel játszik a lábammal, a kamerálványjal, és mindennel is, ami szerint a játék, szerintem nem, ez még lemecselés alatt van, hogy vajon kinek van igaza. Úgyhogy elnézést az ajokért, ez lesz most már az elkövetkezendő időszakban, és remélhetőleg nagyon-nagyon sokáig velem lesz. Megmutassam nektek amúgy? Kíváncsiak vagytok rá? Igen. Rosszaság vagy. Rosszaság. Amikor elkezdtem összeírni a sorozatokat, hogy miről is akarok mesélni, akkor kb. Egyértelmű volt, hogy az Obi-Wan Kenobi lesz az első. Nem ez a legjobb sorozat, ez tény, és ezt aláírom, viszont túlságosan szeretem ahhoz a Star Wars-t, hogy hátrébb soroljam, úgyhogy az első sorozat, amiről mesélni fogok, az az Obi-Wan Kenobi. A sorozat 10 évvel a Sith-ek bosszúja után játszódik, Anakin átállt a sötét oldalra, Luke és Leia pedig két külön családnál él. Maga a sorozat egyébként főként Kenobiról nyilván, és Leiáról szól, illetve az ő kalandjaikról. Leia karaktere a sorozatban amúgy eszméletlenül aranyos, és egy igazi nagy szájú kis csaj. Én nagyon bírom az ilyen kölköket, viszont elfogult vagyok, és nekem még mindig Grogu a nagy kedvencem, de várható volt, hogy ebbe a sorozatba is bele akarnak rakni valami cukiságfaktort, ami mondjuk a lányokat is odavonza a képernyőhöz. Mert nem téged tettek be! De visszatérve a sorozatra, szerintem nagyon sok buta dolog volt benne, ami nem volt mindig logikus, és egy kicsit még unalmas is volt néha, de én úgy érzem, hogy ez azért volt, hogy kitöltse az időt. Ha jól tudom, alapból egy filmet szerettek volna csinálni Kenobiból, viszont így, hogy sorozat lett belőle, sokkal hosszabb lett az idő, és ki kellett ezt tölteni valahogy. Viszont a drámai részek nagyon erősek lettek, az utolsó rész szerintem zseniális volt, szóval én mindezek ellenére is egy picit unalmas volt néha, én imádtam és bátran ajánlom mindenkinek. Mondjuk nem is lenne benne a videóban, hogyha nem. A következő sorozat az az Umbrella Academy. Ez már egy korábbi sorozatajánlós videómban benne volt, viszont most jött ki a harmadik évad, és tök őszintén nem bírtam ki, hogy ne tegyem bele ebbe a videóba is, mert annyira jó, imádtam minden percét. Alapvetően a sorozat egy elbaszott szuperhős csapatról szól, akik évadról évadra próbálják megmenteni a világot, ami sikerül is, de valahogy mindig történik valami, és minden elcsesződik a végére. Az első évad igazából egy kis bevezető volt, viszont azóta minden évaddal egyre magasabbra teszik a lécet. Mindig egyre drámai, durvább és izgibb a történet, amit én nagyon imádok benne. Akik nem szeretik a szuperhősös filmeket és sorozatokat, én azoknak is bátran merem ajánlani ezt, ugyanis nem az a tipikus szuperhősös ilyen Marvel-es sztori, hanem teljesen más. Tele van izgalmakkal, drámával, de ez vegyítve van rengeteg-rengeteg viccel és fekete humorral, aminek tökéletes a balansza szerintem. Összességében nagyon-nagyon szeretem, és szerintem ez az egyik kedvenc sorozatom. A következő sorozat, amiről beszélni fogok, az a Catching Killers, ami egy Netflixes dokusorozat. Én nekem nagyon-nagyon tetszett, viszont ezt tényleg csak olyanoknak ajánlom, akik szeretik az ilyen sorozatgyilkosokról, gyilkosságokról szóló történeteket, mert hogy ez az. Mivel ez egy dokusorozat, így eléggé lassú és részletes is tud lenni egy-egy rész, viszont én nagyon imádok mindent, ami ezzel a témával foglalkozik, így én minden részt imádtam, és számomra élvezetes is volt nézni. A sorozatban különböző sorozatgyilkosok történetét, életét, gyilkosságait és a profilját mesélik el, és mindezt a valódi nyomozók szemszögéből. Nagyon érdekes amúgy látni, hogy mennyire megviseli a rendőröket vagy nyomozókat egy-egy gyilkosság, és hogy milyen hatással van az életükre akár éveken keresztül is. Nem akarok spoilerezni, bár szerintem ezzel nagyon nem is tudnék, de nyilván minden rész azzal végződik, hogy elkapják a sorozatgyilkost, hiszen pont erről szól, hogy hogyan kapják el őket, mik a folyamatok és hogy milyen fordulatok vannak benne, viszont ennek ellenére is, hogy tudod, hogy mi a vége, szerintem egy nagyon izgalmas és érdekes sorozat, egy dokusorozat, ami tényleg betekintést enged abba, hogy milyen is a kulisszák mögött, amikor egy sorozatgyilkos keresnek a rendőrök vagy a nyomozók, és nekem tényleg az volt a kedvenc részem az egészben, hogy így őszintén meséltek a nyomozók arról, hogy
milyen élmény volt és milyen érzés, és hogy ez mennyire megviselte őket, úgyhogy én nagyon szerettem ezt a dokusorozatot, és azt hiszem 2 évad van belőle, úgyhogy tudtok csak megnézni ti is. A következő sorozat, ez szintén Netflixes, és egy podcast ihlette egyébként a történetet. A 81-es archívum egy videórestaurátor történetét meséli el, akit egy cég megbíz azzal, hogy digitalizáljon egy régi anyagot. Az érdekesség viszont a feladatban, hogy teljesen elzárva egy izolált bunkerben kellene dolgoznia, és nekem ettől kicsit egy ilyen Shining vibe-on van, kb. Tényleg ilyen hasonló volt az alapsztori. A felvétel, amin dolgoznia kell, az egy lány videónaplója, aki többet magával bennégett egy épületben, a Viszer épületben. Tekintve, hogy ez egy misztikus sorozat, így tele van parás és szuperizgalmas fordulatokkal és jelenetekkel. Nagyon erősen indít a sorozat, engem teljesen lekötött, és majdnem egyszerre végignéztem az egészet, csupán csak azért nem, mert hogy féltem egyedül a sötétben. Vannak benne parás részek, úgyhogy ajánlom, ti se egyedül nézzétek full sötétben. A sorozat végére egyébként bejön néhány fura jelenet, meg ilyen teljesen indokolatlan, logikátlan dolog, viszont nekem ennek ellenére is nagyon tetszett. Szóval egy tök szuper misztikus sorozat, klasszikus horror elemekkel megfűszerezve, és én ezt nagyon szeretem, úgyhogy tényleg nézzétek meg, szerintem marha izgalmas. És végül az utolsó sorozat a listámról, az a Gesztenye ember. Na ez az a sorozat, aminek hogyha csak a címét látom, akkor fixen nem nézem meg, de szerencsére a sztoria sokkal-sokkal jobb, mint a címe. Természetesen ennek a sorozatnak is gyilkosos sztoria van. A 80-as évek végén kezdődik a sztori azzal, hogy egy rendőr néhány saját vériben fekvő holttestet talál egy tanyán, illetve egy túlélő kislányt és rengeteg-rengeteg gesztenye figurát. Majd ugrunk az időben, és 30 évvel később újra visszatér a gyilkos, aki újra kegyetlenül végez az áldozataival, és természetesen minden áldozat mellett otthagyja a védjegyét is, a gesztenye embert. Ennél többet viszont nem szeretnék mesélni a sztoriról, inkább nézzétek meg, szerintem én nagyon szerettem, és egyébként is csak egy mini sorozatról van szó, azt hiszem 6 részből áll, szóval nem is olyan hosszú. Viszont tényleg csak olyanok nézzék meg ezt, akik bírják az ilyen brutalitást és az ilyen szétcsonkolt, gusztustalan holttestekkel meg ilyenek látványát, mert hogy tele van ilyenekkel, már rögtön az első rész eleje is ebben van tele, úgyhogy tényleg csak olyan nézze, aki bírja. Én bírom, és imádtam. Érdekes volt. A látványvilág meg egyébként eszméletlen szép. A listám végére értem, úgyhogy a mai videóban ennyi sorozat fért bele. Én bízom benne, hogy találtok közte legalább egy olyat, ami felkeltette az érdeklődéseteket, és elgondolkodtok rajta, hogy megnézzétek, mert akkor már megérte ez a videó. Azt aláírom, hogy egy picit sötétebb sorozatok voltak most a mai videóban, de őszintén én ilyeneket szeretek, én ezeket nézem most az utóbbi időben folyamatosan, szóval csak ilyen típusú sorozatokat keresek és nézek, de szívesen fogadom az ajánlásokat a komment részletben, hogyha nektek van olyan sorozat, amit imádtok, akkor mindenképpen írjátok meg, mert kicsit most válságban vagyok, és nem igazán tudom, hogy mit nézek, szóval szívesen fogadom az ötleteket és ajánlásokat. Kövessetek be TikTokon, Instán és az eladós oldalamon, legközelebb pedig találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok!